A török szentmiklósi rendőrkapitányság állatkínzás vétséggel követésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy állatvédelmi alapítvány feljelentése alapján. Kimentünk még aznap délután a házhoz, a tulajdonos nem volt otthon, váltunk, és nem engedett be a tulajdonos, nem mutatta meg az állatait. Jó, mondom, akkor nem. Hívtam a rendőrséget, illetve a Nébiknek szóltunk, hogy az ügyeletes hatóság állatorvos küldje már ki, mert szenved a kutya. És profi módon szinte alig vártunk, nem sok időbe telett, meg is érkezett a rendőrség és hatóság állatorvos. Őket beengedte a nem gazda, mert nem gazda, tulaj. A tulaj beengedte, és hát valami borzalom látni a kutyán, sajnos rendkívül segnyes állapotban van. A nyakörvet kitépte a tulajdonosa a nyakából, ami bele volt nőve, úgyhogy mindenképp műtétre lesz szükség, de annyira senyves állapotban van most jelenleg, hogy nem műthető. És bevásárolt a tulaj, mikor hazajött, mert ugye telefonon értesítettem, hogy megyünk, már 40 kiló száraz táppal bevásárolt, és nekiállt etetni a kutyát, egy ilyen állapotban lévő kutyát. Tudni kell, hogy a kutyáról azt, hogy ragadozó, és amennyi kaját elé tesznek, az annyit teszik meg. Na hát, ez történt. Úgyhogy még az egészet tetészt az is, hogy majdnem bélcsavarodást kapott a kutya. Tehát egyszer hihetetlen. A feltételezett elkövető gyanúsítotti kihallgatásakor beismerte a terhére rótt cselekményt, kijelentette, nem is tart igényt a kutyusra. Egy állatvédelmi alapítvány befogadta Deriket, aki felépülését követően remélhetőleg hamarosan gondos és felelős gazdához kerül.